Szeretettel üdvözlök mindenkit, kedves testvérek, testvérnők, jó akaratú emberek! Ma egy királyról fogunk beszélni, aki helyreállította az igaz imádatot, Jehova imádatát. Ennek neve Ezékiás. Az ő nevének jelentése pedig, Jehova megerősítette. És őről a fogunk ma beszélni, hiszen abban az időben ő volt az egyedül élő igaz Istennek igaz szolgája. Ő kiiktatta a vallást az országból. A vallásnak nem volt áldázabb ellensége ő nála. Ma sem létezik a kereszténységben olyan, mint ő. Ezért a kereszténység eszi a vallás keseri gyümölcsét. De van egy király, akit Jehova megerősített, hogy szembeszálljon a nemzetekkel és vezetőkkel, és hogy a vallás ellen lépjen fel. Ő ezékiás által volt jelképezve. Kicsoda ez? Jézus Krisztus a király, akit, vagyis akiről, ha megkérdezzük a vallásosokat, ők nem ismerik el azt, hogy ő trónra lett emelve Jehovától, és kifogást emelnek ellene mint elődeik ezelőtt 26 évszázaddal. De te, testvér és testvérnő, örvenc e a király jelenlétének, és megengeded, hogy eltöröljön minden vallást? Vagy fogva tart-e még valami ebben a világban, amely telve van undok bálványimádással? Akkor, amikor Ezékiás megkezdi uralmát, az ország telve volt a vallással. Hogy volt ez lehetséges? Az ő atya Akház elhagyta Jehovát. Megrontotta az országot a vallás által. A legalantasabb vallás által, amelyről a bibliai beszámoló a 2. kronika 28, 3, 4 és 22-25-ig terjedő versei a következőképpen számolnak be. Annak felette tömjéneze a hinom fiának völgyében, fiait is megégeté tűzben, a pogányok útálatosságai szerint, kiket az Úr, az Izrael fiai elől kiűzött volt, sőt, még a szorongattatás idejében is tovább védkezék az Úr ellen, ilyen vala Akház király. Mert áldozék Damaszkus isteneinek, akik őt megverték vala, ezt mondván. Mivel sírja a királyainak istenei, megsegítik őket, azért én is azoknak áldozom, hogy segéljenek engem is, holott mindenki, mind az egész Izraelnek azok okozták romlását. És az úrházának ajtait bezárá. Áldozék és tömjéneze a magaslatokon is, a halmokon is, és minden zöld fa alatt. Ahogy mondja az ének. Neved régtől gúnyolja ellenség, és gyalázkodva szól szent helyedről. A Bibliából kitűnik, hogy Ezékiás két évet uralkodott együtt az ő atyával, Alkházzal. De Krisztus után 745-től egyed uralkodóvá vált. Mikor is Alkház vallásos uralma véget ér. Hasonlóképpen, napjainkra alkalmazva a proféciát, Krisztus is megkezdi uralmát, mikor a pogányok ideje a 2520 év lejár. Hóseás, Ézsajás és Mikéás proféták nagy hatással voltak az előképes fiatal királyra. Az ő cselekvési módja gyors és határozott volt, különbözött Akháztól, mint Dávid harcolt a vallás ellen. Ezért Dávid fiának van nevezve, nem Akház fiának, a Kirek 18. 3 6 terjedő versek szerint. Ezékiásnak gyors cselekedete, Felidézi előttünk, mikor Jézus 1914-ben leveti sátánt a mennyből, a jelenések 12 része szerint. Ezékiás első cselekedete a templom megnyitása volt. Világos, hogy egy bizonyos idő telt el a között, amíg megkezdte uralkodását, mint király, és azon munka végrehajtása között, amelyet a templommal kapcsolatban elvégezett hasonlóképpen a szövetségnek követe a templomhoz való eljövetele nem azonos avval az idővel, amikortól megkapta a felhatalmazást az uralkodásra. 1918-ban az ítélőbíró határozottan cselekedett. Miért? Mert a vallás a magaslatokon uralkodott. A kereszténység háborúban állt. A hívek, vagyis a vallásos hívek, fiaikat áldozatul adták a világ istenének. Jehova látható szervezetének ajtai belettek zárva azáltal, hogy a társulat vezetőit bebörtönözték. A gonosz szolga a hatóságoktól való félelmében megalkovásra akarta bírni a tiszta imádatot. Ők lengették kezeiket, elnémultak, és nem hirdették a frissen megszületett királyságot. <kül> Jehova nem volt megelégedve ezzel az állapottal. A felkent király, a cselekvés szinterére lépett. Ő ezékiásos hasonlóan cselekedett. A probléma gyökerére hatott. Bárcsak volna ma is egy ezékiás közöttünk. A kettő krónika 29 első fejezete le, első fele leírja azt, hogy ezékiás összehívja a lévitákat, hogy tisztítsák meg magukat és a szent helyet, hogy szövetséget köthessen Istennel, hogy haragja elforduljon felőlük. Ez a hűségszövetség megerősíti a törvényszövetséget, és azért köttetett, hogy az Isten haragját elfordítsa. Ezzel tökéletes párhuzam 1919-ben Jézus elrontja a vallás rácsait, és tágranyítja a templom kapuit Jehova szolgálatára. A maradék ki van szabadítva és fel van szentelve az isteni szolgálatra hűségszövetségre lépett a szolgálat érdekében, és megértette, hogy a Róma 13 Jehovára és Jézus Krisztusra vonatkozik. A leírás tovább folytatódik. A léviták mindent kihortak a templomból, amivel Akháb megfertőzte a szent helyet. Nizánhó elsőn kezdték el a tisztogatást, és 16-án fejezték azt be. Bizonyára nem kis munka volt. Hasonlóképpen napjainkban is a vallás mindent beszennyezett a dogmák, hagyományok és vallásos ünnepek által. A vallás tehát végkövetkeztetésképpen démonizmus. A vallás elrejtette a Biblia igazságait az emberek elől. Jézus a templomban van, és ezért nem hagyhatta a vallást összekeverve a tiszta imádattal. Azért 1919-ben minden szent foltot eltávolított, és beigazolódtak Jézus szavai, amely így hangzik. Az igazság szabadokká tesz. A vallásnak harca egy elvesztett harc. A templom egy boldog és áldott hely. A Salamon által épített templomot Jehova megszentelte csodálatos eseményekkel. És most Ezékiás újra nyitotta a templomot. Mi öröm és mi boldogság volt ez az ő számokra. 2. Kronika 29. 20-30-ig. A templom megtisztítása után Ezékiás, a király, összegyűjti a város fejedelmeit, és felmentek az úrházába, ahol bűnért való áldozatot mutattak be a léviták. Ahogy megkezdődött az áldozat, ugyanakkor megkezdődött az úrnak éneke is, és a trombiták is megszólaltak, az egész gyülekezet leborula. A dicséretnek ezen vidám hangjait hallva, a vallásnak démonistenei bizonyára reszkedtek a dühtől. Ezzel a képpel összhangban Jézus, a nagyobb ezékiás közben járt a hűségesekért, és ajkaik meglettek tisztítva, ahogy leírja ezt az Ézsás hat részének 1 11 ig terjedő versei. Imáik meg voltak hallgatva, pontos ismerettel lettek felvértezve Jehova nevéről és királyságáról. Az Úrnak szellemétől áthatva örömmel megindultak az Úr szolgálatára, mint Jehova tanúi. Az Úr meg volt velük elégedve és támogatta őket. A harmincadik rész a következő szavakkal kezdődik: És külde ezékiás az egész Izraelhez és Júdához, sőt, Efraimnak és Manasénak is ír a leveleket, hogy jönnének el az Úr házához Jeruzsálembe hogy megtartanák a páskát az Úrnak, Izrael istenének. Ezékiás nagyra értékelte a páska megünneplését. A papok nem fejezték be a templom megtisztítását csak két nappal később, a páska ünnep után. Ezért Ezékiás tudakozódott az út törvényében, hogy mit kell az tegyen, aki nem tiszta Nizán hó 14-én. És megtalálta a négy Mózes 9, 9-13 terjedő verseiben, hogy ha valaki tisztátalan halott miatt vagy elutazott, tartsa meg a páskát a második hónap 14-én. Ez a törvény volt az alapja ezékiás leveleinek, amelyeket szétküldött az egész Izraelben, nem csak Júdában, mivel tudjuk, hogy akkor már kétfele már két volt szakadva Izrael nemzetsége. Tíz törzs, amelynek fővárosa Samáriába volt, és a két törzs Jeruzsálem központtal. Tette mindezt, hogy felhívja a zsidók figyelmét Jehova iránti kötelességeikre és kiváltságaikra. Az Efraim és Manassé nemzetség Izraelhez tartozott, ahhoz a királysághoz, amely teljesen a vallás karmai között volt, amely rövidesen teljes romlásba döntötte őket. Mégis a hűséges személyek értesítve voltak, hogy megtérjenek az igaz Isten imádathoz. Hasonlóképpen 1918 után a kereszténység a figyelmeztetés ellenére elveti Jehovát és a királyságot, és a politikai kormányok mellett döntöttek. A népszövetséget választották, mint Isten királyságának politikai kifejezését a Földön. A Vatikán helyet próbált magának nyerni a népszövetségben, hogy uralkodhasson. Ők választottak. Most az embereken a sor, hogy válasszanak. Az üzenet hirdetve van. Krisztus bejelen, beteljesítette pontosan azt, amit Ezékiás tett kicsinyben. A 2 krónika 32-től 5-ig terjedő versek mutatják, hogy ők elismerték, hogy Júda királysága teokratikus. Jehova a láthatatlan királyuk, ők be kell, hogy tartsák a templomból jövő törvényeket. Felismerték hanyagságukat és érdektelenségüket. Ezen túl érdekelve voltak mások megmentése iránt is. Így óhajtotta a maradék megkezdeni a munkát 1922-ben nagy búzgalommal, félelem nélkül, mikor elhangzott a kiáltás. Hirdessétek, hirdessétek, hirdessétek a királyt és királyságát. A levelek eljutottak a legdélebbi részről, Persebából, egészen Dánig, a messzi éjszakra, hogy mindenki figyelmeztetve legyen, hogy a templom újra kiletnyitva, a papok szolgálatban álltak, és az ünnep meg lesz tartva 14-én, egy hónappal később. Hogyan tett eleget megbizatásának ezékiás? Személyesen ment el az emberekhez? A leírásból kitűnik, hogy nem hírnököket küldött Izrael és Juda egész házához, mondván, térjetek meg az Úrhoz, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak istenéhez, mert irgalmas és kegyelmes az Úr, és nem fordítja el orcáját tőletek, ha ő hozzá tértek. Ez krízis időszak volt azok életében, akik azt állították, hogy Jehovát szolgálják. Nem engedhették, hogy emberek vezessék őket, Egyéni döntésre volt szükség, mindenki magáért kellett, hogy határozzon. A történelem vajon nem ismétlel meg önmagát? Gondolkozzunk el ezen. Ezékiás akarata az volt, hogy őszinte testvéreit a közelgő pusztulásból kiragadja, és az élet útjára segítse őket. Rá kellett ébredjenek, hogy a vallás hamis útmutató. És jehova haragját vonják magukra, ha nem térnek meg. Hasonlóképpen, <kül> Jézus, mikor a Földön volt, bemutatta azt a hirdető munkát, amelyet a teokrácia követői, főleg 1922 óta elvisznek a Föld lakott területeire, hirdetve, hogy a vallás által nincs megmentés. Vajon az üzenet nem ütközött ellenállásba? Mintha a történet megismétlődne. Egyesek így érveltek. Van nekünk saját vallásunk. Nézzétek! Nézzétek a mi aranyborjúinkat! Ott áldozunk mi Jehovának faragott képeink által. Mások pedig ezt mondták. Rendelt papjaink vannak. Igen, a hűtlen királytól rendelt papok voltak, de nem a Jehova elrendezése szerinti léviták. Mások így szóltak. Samária a mi fővárosunk, minek mennénk Jeruzsálembe? Míg mások így vádaskodtak, lázadás szíttok az állam ellen. Tehát kigonyolták Jehova követeit, de ők Jehova oltalma alatt visszatértek Jeruzsálembe. Hasonlóképpen történik ma is. De nem az egész leírás így sötét. Néhányan mégis megalázták magukat, és eljöttek Asher, Zabulon és Manassé nemzetségéből. De mi történt vajon a csúfolódókkal? Három év múlva Samária megostromoltatik, és három évnyi ostrom után elesik. Ez lesz a sorsa a vallásnak is Armagedonban, ahogy az ének mondja. Ám eltörlött sátánt és minden bajt. Örökre Armagedon csatáján. Halljuk most ezékiás imáját azokért, akik eljöttek az ünnepre, de nem volt idejük megtisztulni. A kegyes úr tisztítsa meg azt, aki szívét elkészítette, hogy keresse az Istent, az ő atyái Istenét, ha nem a szentségnek tiszt tisztasága szerint is. Az úr meghallgatá ezékiást, és a népnek megkegyelmeze. 2. Krónika 30. 18 20 -ig. A megtisztulás folyamata nehéz és fájdalmas. A vallás csapda, amely könnyen behálózza az embereket. Egyesek könnyebben, mások nehezebben tisztulnak meg a vallásos szokásoktól az igazság tiszta vize által. Mi áldás és leírhatatlan öröm, ami ezután még hét napig tartott. Igen, a kovásztalan kenyerek ünnepe. De ki az a nagy az ünnepen? Ők az idegenek, akik meghallották a király hívását, és eljöttek a felszabadulás teokratikus ünnepére a szent szervezetbe. Ha hűségesek maradnak, a jó pásztor iránt az új világba vezeti őket. Az örömük ezért határtalan. Ők éberek, nem engedik magukat elcsábítani, becsapni. Együtt haladnak előre, magasra emelve az igazság zászlaját. Megfutamítják az ellenség táborát, kizárva minden vallásos formaságot a teokratikus szervezetből. Ők folyamatosan ismétlik. Krisztus megszabadított a szolgaság jármából, ne kötelezzétek meg ismét magatokat a, szolgas, a szolgaságnak igájába. Galata 5.1 Szeretteim, köszönöm a figyelmet ezen a rövid program ideje alatt. Egy pár szóban elmondanám románul is.